A helyszínen Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, Füleki Zoltán Csíkszereda alpolgármestere, a kivitelező cég képviselője, Péter Szilárd, a Smurd rohammentő szolgálat csíkszeredai igazgatója, Demeter Ferenc, a Csíkszeredai megye és sürgősségi kórház menedzsere is egyetértettek, hogy az út fontos a sürgősségi betegellátás érdekében, hogy a mentőautók biztonságosan szállíthassák a sürgős eseteket a helikopter leszállópályáig. Az Erdőai út közel másfél kilométeres szakaszát 90-10% arányban Hargita megye tanácsa és Csíkszereda polgármesteri hivatala finanszírozza. Az elkövetkező 4 évben több útunkat szeretnénk megvédeni, és ilyen szempontból ezért is szimbolikusan nagyon fontos ez a kezdés, hogy el tudtunk indulni. Az persze, ez az kellett, hogy egy jó kivitelezővel legyünk szerződéses viszonyban. A Csíkszereda Ink Service cég úgy látom, hogy egy nagyon komoly cég, és tudunk velük jól dolgozni, és ez az út után, ami az emberi élet biztonságához fog hozzájárulni, fognak következni a többi útjaink is a csíki térségben, illetve Gyergyóban is, Udvarhely medencében is, és azok, akik esetleg kárőrvendve már fütyögtettek és dörzsölték a kezüket, hogy ebből se lesz semmi, azok számára azt tudom mondani, hogy kitartással mindig minden problémán túl tudunk menni, de ezt ki kell beszélni. És ebben a kibeszélésben igenis nagyon fontos a közvélemény, nagyon fontos a dolgozni akaró munkatársaknak a segítőkész ereje, hisz azt kell látni, hogy Hargita megye tanácsa hivatalában erőn felül dolgoznak a munkatársaink, keresik szinte a hajszálat is többfelé hasítva a megoldásokat, és ezt együtt próbáljuk tenni a közösséggel, a községek, a városok vezetőivel, azért mert hisszük azt, hogy csak a lentről felfelé közösen meghozott megoldások érvényesülnek hosszú távon. Füleki Zoltán alpolgármester is örömének adott hangot, hogy közös erővel sikerült elhárítani az akadályokat, és elkezdődhetett az együttműködés az útrendbetétele érdekében. Személy szerint úgy gondolom, hogy Csíkszereda számára, mint megyei jogú város számára elsősorban azt mondjuk, hogy jó az, hogy lehet használni a heliportot, és a sürgősségi esetekben a betegek biztonságosan, inkább úgy is mondanám, zökkenőmentesen tudnak majd minél hamarabb egy sürgősségi kórházba jutni sürgős beavatkozás esetén. Ezt gondolom, hogy az ember élet az a legeslegfontosabb, ezt emelném ki elsősorban. Aztán másodszorban pedig ismét egy aszfaltozott, feljavított út a város területén, és annak különösen örvendek, ezt a város egymagában nem tudta volna megvalósítani ezt a feljavítási munkálatot, és külön örvendek annak, hogy sikerült a megyei tanácsot az ügy mellé állítani, és a megyei tanács természetesen olyan pénzforrásokat csoportosított ide, amelynek következtében ez megvalósul, és úgy mondjam, hogy a 90-10% azért nagyon-nagyon jó arány a város szempontjából, tehát én személy szerint csak örvendeni tudok. Demeter Ferenc, a megyei kórház menedzsere elmondta, hogy a betegek az útnak is köszönhetően nagyobb biztonságban lehetnek. Péter Szilárd, a Smurd helyi vezetője szerint korábban számos példa volt arra, hogy a Smurd helikoptere az út mellett volt kénytelen felvenni az odaszállított beteget, ami komoly kockázatokkal jár. Az út megépítésével és a katonai alakulat leszállópályáját használva ez az akadály is elhárul, hiszen biztonságos körülmények között lehet átadni a beteget. Ez azért jó, mert a zökkenőmentesen tudjuk átadni a beteget. És mire értem? Arra, hogy a kollégák is nem kell nagy távolságon keresztül kezükbe a felszereléseket, a beteget, a hordányon cipeljék azért, hogy a helikopternek át tudják adni, és még azt a tényezőt is nem kell elfelejtsük, hanem többször már felfigyeltem, hogy akkor, amikor a helikopternek adtuk át a beteget, akkor mindenki az útszélén próbált lassítani, figyelt minket, hogy mit csinálunk, és ilyenkor én úgy hiszem, hogy az ők figyelmük is el volt terelve. És én mindig nem csak a betegre figyeltem, és a kollégáim sem, hanem arra is, hogy a közlekedésben nem lesz probléma. A munkálatokkal elkezdődött a Csík térségi megyei utak egybefüggő aszfaltrétegeinek leterítése is.